én nem szeretek tüntetésen fellépni, tehetségtelen vagyok benne, nem érzem magam otthon, és azt érzem, hogy lopja az életerőmet, az energiámat, csak muszáj. Az a kérdése, hogy mit érzek emberi, állampolgári feladatomnak a világban, akkor nem azt érzem állampolgári feladatomnak, hogy a közéletben részt vegyek és hangot adjak a véleményemnek. Mácsai Pállal beszélgettünk többek között arról, hogy szerinte a színészek eléggé beleállnak a politikai kérdésekbe. Mit szól ahhoz, hogy az HBO egyik pillanatra a másikra levette a besugót, és mi a véleménye arról a YouTube videóról, amelyben Petőfi Sándor Dicsőséges Nagyurak című versét szavalja. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába! Van önben izgalom még egy interjú előtt? Hogyne. Hát attól függ, milyen interjú. Tehát ez ugye egy szokatlan terep, és valaki eljön a színházba és egy készülő darabról interjúzik, akkor nincs bennem izgalom. De hát ez egy órás interjú, és egy fontos helyen interjú. De mi a szokatlan benne? Mert azért azt láttam, hogy évente egy-két interjút azért szokott adni, és gondolom, hogy az elmúlt 30 évben már jó néhány jó. Hasonlóban volt része. Hát szokatlan, az mind szokatlan, egytől egyig, mindegyik előtt izgulok, és szokatlan, a jelen az mindig szokatlan. Most gondolom, a jelenről fog kérdezni, és arra nincsenek kész válaszok, ez egy képlékeny anyag, és hogy az ember ezen talál-e fogást, vagy például ébren vagyok-e. Tehát ugye próbáról jövök, kértem kávét, szövegtanulási fázisban vagyunk egy darabnál, a Solness című Ibsen darabnál, én játszom Solness, sok szöveg. Na most én az agysejtek, azok bizonyos gátolt kapacitás mennyiségük van, és vajon azok a szikrák, amik még egyáltalán az ember fejében képesek megjelenni, azok vajon mekkorák, hány irányba képesek menni. Tehát inkább azon izgulok, hogy ébren vagyok-e, tudok-e fogalmazni, nem leszek-e unalmas, nem nyökögök-e, és így tovább. A Détót Krisztának, ami interjút adott, abban említi azt, hogy fent lesz az interjú a YouTube-on, és hogy ezt nem szereti. Hogy mi a problémája vele? A YouTube-ban, vagy akár ezzel az egészen? Nem a YouTube-ban van problémával. Az van, hogy amikor a dolgokat rögzítjük, akkor azok valahogy az öröklétnek készülnek. Most ez egy teljesen természetellenes állapot, az öröklétnek megfelelni. Amióta van net, azóta meg minden visszakereshető. Egy hülyeség, amit az ember mond véletlenül, egy meggondolatlanság, vagy egy engedmény a hatásért, egy mutatós mondatért, ami valójában azért nem úgy igaz, de nagyon jól néz ki, az mind-mind megmarad. És egy sima igazolványkép régen, amikor még fotós volt, azért voltak olyan elviselhetetlenül rosszak, mert az ember azonnal bemerevszik, amikor az öröklét az igazolványban lesz, és akkor olyan mereven nézek ki. Tehát kéne 4 óra, amíg az ember a fotóssal megnyugszik, hajlandó a saját arcát mutatni, és bármennyire abból élünk mi, vagy abból élek én színészként, hogy igyekszem önmagam lenni, Ezek ilyen fenyegető helyzetek, hogy majd akkor számon kérik. Ugyanakkor ugye, hát ez maga egy politikai újságíró, mert én is utána néztem ám. Nem mintha nem ismerném, amit csinál. És akkor ugye ilyenkor lesben áll a politika. Lesben állnak azok, akik engem nem szeretnek. Tehát, vannak ilyenek? Hát biztos. Viszonylag nem nagyon sokan, de vannak. Vannak, akik nem szeretnek, vannak, akik buzgóságból nem szeretnek, és szerencsére vannak, akik szeretnek. Csak mondok egy példát, hogy ugye Kockás Ingbe van, és most volt a napokban a pedagógusok melletti tüntetés, ahol a Nagy Zsolt kollégám azt a performance találta ki, hogy kiment a színpadra, és ilyen majmokat tanulmányozott előtte, orangutánokat és csimpánzokat, és ezeknek a hangját utánozva azt mondta, hogy na, így beszélnék, ha nem lettek volna tanáraim. És akkor ez megjelent egy internetes fórumon, nem volt odavágva a mondat, ami miatt ő mondta, hanem egy makogó színészt láttunk, és fölötte egy feliratot, hogy be volt rúgva Nagy Zsolt kérdőjel. És hát ugye ez is újságírás, bizonyos szempontból. És
Hát ezeket az ember nem szereti, ezek kényelmetlenek, ezek után az ember rosszul alszik, és így tovább. De hát néha ennek kitesszük magunkat. Fogunk egyébként beszélgetni akár a színészek politikai szerepvállalásáról is, de most még előtte visszakanyarodnék oda, hogy nem minden marad meg az interneten. Például most ugye viszonylag friss fejlemény, hogy a Besugó című sorozat az lekerült az HBO-nak az oldaláról, amiben ugye ön is szerepelt. Ezt igen. Hogy élte meg? Hát szomorúan, rosszul. Ez egy munka volt, és jó munka volt, és egyáltalán az HBO, ha jól tudom, megvette egy nagy cég, talán a Warner, nem vagyok pontosan képben, de úgy tudom, igen. És hát egy kreatív tímet, egy stábot, egy alkotó közösséget megszüntetni, ráadásul a pénz miatt megszüntetni. Tehát gondolom, hogy itt az üzlet diktál. De hogyha nincs pénz, nyilván az tiszta sor, nem? Tehát ez nem egy politikai döntés volt. Nem, az föl sem erül, de ha a pénz diktál, az se jó. Tehát nem sokkal jobb, mint ha a politikai mániák vagy meggyőződések diktálnak. A pénznek nagyon együgyű meggyőződései vannak. Többet akarok magamból, ez a pénz meggyőződése. És az alkotóművészet az pedig pénzigényes. Tehát rosszul érint, nagyon sajnálom. És azt is, hogy általában az HBO megszűnik, nagyon nagyra tartottam. Higgy el, hogy függetlenül attól, hogy játszottam HBO sorozatban, nagyon nagyra tartottam azt a gondosságot, kiérleltséget, minuciózus odafigyelést, ahogy a nők dolgoztak. Mennyit számított egyébként a magyar filmipar és színész szakma szempontjából az, hogy mondjuk az HBO az felkarolt olyan projekteket, amiket mondjuk más produkciós cégek nem? Szerintem ott nagyon kivételezett helyzetben voltunk, és azt hiszem, hogy kerttévék és közszolgálati tévé is tanulhatna abból a gondosságból, ahogyan ez az üzleti vállalkozás működött. És az különösen fontos, hogy azt hiszem 4 sorozatot csinált az HBO, és ezek bizonyos szempontból mind megvett formátumok voltak, át voltak írva, át voltak magyarítva, a mi világunkban voltak adaptálva. Hát kivéve a Besugó. De a Besugó pont nem. Erről akarok beszélni. Ez egy teljesen saját gondolat, ráadásul rólunk szólt. Azt hiszem 50 vagy 60 országba vették meg, és ez egy minőségi lépés, ez egy előrelépés egy ilyen műhely életében, és pont akkor szűnt meg. Úgy tudom, már előkészületek voltak a második évadra. Szóval, hát egy veszteség. Említette, hogy kereskedelmi tévék, közszolgálati csatornák tanulhatnának az HBO-tól. Mondjuk egy kereskedelmi tévé, ahol azért bőven van pénz, legalábbis azt látjuk meg, tehát hogy milyen formátumokkal foglalkoznak, ott miért nem készül akár olyan sorozat, mint a Terápia, vagy az Aranyélet, vagy a Besugó, tehát hogy azért nyilván most ez egy szubjektív állítás, de azért úgy a világról való beszédmódnak egy kevésbé árnyalt megközelítései jelennek meg. Nem tudom, azt hiszem azért, mert nagyon, nagyon nagy munka, sok idő. Tehát szerintem egy ilyen forgatókönyvet megírni az évek. Aztán titrálni, módosítani, gondosan bánni vele, drága stúdiókban, jó világítással leforgatni, lassan, hát a Terápiát úgy forgattuk, hogy mondjuk 25 rész, vagy 25 perc egy epizód, és hát azt két nap alatt vettük föl. Egyik nap a partnere volt a kamera, a másik nap rajtam, tehát azért az egy vágta ahhoz képest, ahogy egy filmet igazán kell, de mégiscsak úgy meg volt adva a módja, azt hiszem azért, mert ez drága. Drága és lassú. Kicsit a kortárs magyar filmiparról is kérdezném, hogy most úgy tűnik, hogy azért nagyon a régi magyar történelemmel foglalkozó produkcióknak jött el az ideje. Mennyire tartja ezeket, mennyire van létjogosultsága mondjuk akár egy olyan filmnek, mint amit mondjuk most a Rákai Filip rendez, hogy ez a Petőfi film, és 4,7 milliárd forintból készül? Nem tudom, mennyire van. Akkor fog kiderülni, ha kijön a moziba. Ön elmenne? Abszolút. Tehát, hogy... ha jó, akkor van létjogosultsága. Ha rossz, ha didaktikus, ha szájbarágó, ha nem igaz, ha idealizál, ha jelenkori politikai üzeneteket hordoz, és így tovább, akkor pedig hát, akkor ugye nem éri meg. De akkor a feledés is vár rá egyébként, hosszú távon. Önt hívják ilyen filmekbe játszani? Előfordult, igen. És mi a válasz van rá?
Szerencsére nyáron volt, ami alatt azt értem a szerencséret, hogy nem kellett morfondíroznom azon, hogy most én ideológiai okokból igent mondok-e, vagy nem mondok igent, mert a nyaram az szent volt és sérthetetlen, mert muszáj volt pihenni. Az egy elég nagy daráló. Az a mögöttünk álló két évad a színházban, tehát nemet mondtam, és nem is hazudtam, amikor az volt a hivatkozásom, hogy köszönöm szépen, de nyáron nem dolgozom. Azt mennyire tartja egyébként szerencsés helyzetnek, hogy hát ugye azzal kezdtem válaszát, hogy szerencsére ideológiai okokból nem kellett az embol. Tehát, hogy egyáltalán ez a szempont felmerül. Az, hogy ez a szempont van, és ez a szempont, ez egy egyéni alkat, döntés, ízlés kérdése, hogy zavarja-e az adott színészt, ha mondjuk egy olyan stáb, írói stáb, rendezői stáb, alkotói stáb csinálja a filmet, akivel ő ideológiailag, világnézetben, politikai tevékenységét illetően nem ért egyet. Ettől függetlenül el lehet menni, és lehet nem elmenni. Ez egy egyéni döntés. Nem várható el ebben kollektív alkalmazkodás. Se egyik, se a másik irányba. Ugye nem feltétlenül csak a stábról szól, hanem mondjuk arról, hogy mi az a kontextus, amiben be fog kerülni mondjuk a film. Tehát, hogy megjelenik egy ilyen film, az nyilvánvalóan a mai magyar közállapotokban az el lesz mondva, hogy A vagy B. És teljesen nagyon nem mindegy, hogy ki az a színész. Tehát például egy fiatal kolléga, aki a pályája elején áll, és nem állt még kamera előtt, és kap egy lehetőséget. És pont az a lehetőség, hasonlatként mondom, hogy a 60-as, 70-es években, én még akkor nem kezdtem, de a 80-asokban igen, akkor ugye egy pártrendszer volt, és minden mögött ideológia volt. És minden filmet valakinek engedélyezni kellett, az a film, ami nem ment át az engedélyezésen, szóba se jött. És mindenki elment forgatni. Ma ennél egyel kényelmesebb a helyzet, lehet nemet mondani. És egy fiatal kolléga az egészen más helyzetben van, mint egy ilyen finoman szólva is érett korú, mint én. Tehát például meg akarja tanulni a szakmáját, látszódni akar, jelen akar lenni a pályán, pénzt akar keresni, és így tovább. Egészen más megítélés alá esik szerintem. És mondjuk önben, amikor még nemet mondott arra a megkeresésre, amire utalt az imént, akkor voltak ilyen gondolatok, hogy hát most nemet mondtam, akkor lehet, hogy legközelebb sem fognak hívni, de mondjuk lehet, hogy azért... Az van, ilyen gondolat van. Igen. És ezt hogyan rendeztem magában? Hogy? Hogyan rendeztem magában ezt a gondolatot? Hát úgy rendeztem el, hogy valamit valamiért. Ez mindig így van, és mindig is így volt. Tehát például visszapattanhatok egy kicsit a besugóra? Ugye a besugót keményen megbírálta Hodosán Róza, a demokratikus ellenzék egyik oszlopos tagja, hogy nem így volt, ez a film nem igaz, bizonyos elemei miatt, és hogy, tehát, hogy ez tulajdonképpen történelmi hamisítás, amit látunk, és ez egy nagyon, nagyon szimptomatikus pillanat szerintem. Tudnék, én azt hiszem, hogy itt össze van keverve két dolog. Az egyik a műalkotás, a másik a valóság. Mert azok a ma már öregedő, részben sajnos meg is halt makulátlanok, akik a 70-es, 80-as években, 60-as években is volt, ez csak más volt a formája, a 70-es, 80-as években a demokratikus ellenzéket alkották, maga Hodosán Róza, Dembski, Magyar Bálint, Kőszeg Ferenc, Konrád György, Őrsi, elnézést, ha bárkit kihagyok, nem is ismerem annyira, de mégis ők. Hát őket azért alapvetően megkülönbözteti valami a későbbi rendszerváltóktól. Most a rendszerváltást azért mondom, mert a film arról szól, vagy annak az előzményeiről. Az különbözteti meg őket, hogy 30 évvel hamarabb kezdtek bátrak lenni. Ez nem mindegy. És ma azon megy a vita, hogy kié a rendszerváltás. Tulajdonképpen ez a vita jelenik meg ebben a bírálatban valójában, nem annyira esztétikainak gondolom, mint inkább politikainak, és úgy érzem, hogy az a fájdalom van mögötte, hogy ezektől az emberektől, akik tényleg a bőrüket vitték a vásárra hosszan, 70-es, 80-as években, és kaptak is a bőrükre eleget,
ellehetetlenülést, anyagi lehetetlenséget, zugálásokban való munkákat, megszégyenülést és így tovább. Valamiért cserébe, amiért ők kiálltak, joggal bántja az, hogy a később bátrak serege mindenféle irányból magának akarja a rendszerváltást. A tragédia pedig, a nagy tragédia az ezen is túl van, mert a rendszerváltást egyikük sem csinálta. A rendszerváltást azt csinálta, hogy a Szovjetunió nevű világbirodalom a saját rendszerének a bornirtsága és a tehetetlensége miatt kifulladt, és el kellett, hogy engedje a provinciáit. És ezért lett a rendszerváltás, ami egyébként azért tragédia, mert ha mit csináltuk volna, és nem az ölünkbe hullik, és ezen ölünkbe hullott dolgon próbálunk osztozni, azóta is, akkor sokkal tovább tarthatnánk. Na most ezt arra mondom, hogy ez a beleállni vagy nem beleállni, hogy ez egy színész esetében azért egy nagyon kényes ügy, sokkal kényesebb ügy, mint egy író esetében. A színész ugyanis személyében látszik. Na most, ha 16 ilyen interjú van egy évben, és az ember mindenre igent mond, és állandóan véleményt mond, amiről egyébként lenne véleménye, meg mondandója is volna, meg még érkezése is volna, az szükségszerűen visszahat a színpadi munkájára. Nincs olyan, hogy nem. Tehát kijön az ember a színpadra, és akkor nem az az alak, akit játszania kellene, hanem az a privát látszódó, aki beszél, és ő elmondja a véleményét. Ez egy nagyon, nagyon érzékeny ügy. Tehát például az izgulásomnak, vagy a berzenkedésemnek minden interjúnál, ami nem szintisztán szakmai, ez is oka. A színházakra rátérnék, lehet, hogy álnaívnak fog tűnni ez a kérdés az átriummal kapcsolatban, most arra akarnék visszatérni, de hogy mi lehet ön szerint amögött, hogy mondjuk ezeket a többlet támogatásokat, amiket visszatartott a kormányzat a független színházak felé, tehát hogy ennek mi értelme van ön szerint? Semmi értelme nincs, roppant káros, ez egy világnézeti bünti. Ennek semmi más oka nincsen, lehet mondani ezt vagy azt vagy amazt. A független színházak azok bökik a jelenlegi kultúrpolitika szemét, pont azért bökik, ami az elnevezésük, mert függetlenek. És mi lehet ön szerint mondjuk hosszú távon a megoldás a színházak szempontjából? Hosszú távon egy másik kultúrpolitika lehet a megoldás, és ez egy nagyon komoly mező. Én nagyon becsülöm a függetlenek munkáját. Egy közszínház, amiben én is dolgozom, ott vannak szigorú kötöttségek. Munkakötöttségek, nézőszám helyesen, előadásszám helyesen, és így tovább. És az a szabadság, ami az úgynevezett kísérletezéshez kell, direkt egyszerűsítem, de pont erről van szó, a járatlan utakra való rálépéshez kell, az egy kőszínházban kisebb, vagy merevebb, vagy korlátozottabb, vagy bonyolultabb elérni, mint a függetleneknél. És az ő kísérletező kedvük, erejük, szabadságuk, pont ezektől a kötöttségektől való mentességük, az lehetővé teszi számukra, hogy másképp gondolkodjanak, mint mi. És hogyha megnézzük, hogy a magyar színházi élet, vagy a kőszínház honnan inspirálódott mondjuk az elmúlt, hát tudtam én, 40 évben, ameddig én egyáltalán visszalátok, akkor azt kell mondanom, hogy jelentős részben a függetlenekből is. Tehát azok a kőszínházi szakmai eredmények, de ez a filmekre is vonatkozik bizonyos szempontból, bizonyos fajta filmekre, amelyekből mi élünk, vagy amiből az igazán izgalmas színházi előadások születnek, az tele van független színházi spiritusszal. Ez az egyik fele. A másik fele az egy ennél sokkal fontosabb dolog, és nincs köze a NER és a független színházak liaisonjához, hanem a világhoz van köze, amiben élünk. Hogy a valóság érzékelésünk áttevődött a képernyőre. A mobil képernyőjére. Tehát mit tudom én, fölébredek reggel, hamarabb nézem meg a mobilt, mint hogy elhúznám a függönyt azzal kapcsolatban, hogy milyen idő van. Ebben a helyzetben bizonyos alapvető dolgok, a valósággal való találkozás, az élő valósággal való elsődleges élmény, az alakul. Nem mondom azt, hogy szűnik meg, nincs világvége érzetem, de hihetetlenül alakul, és érzem a saját lemaradásomat, és próbálok utána futni. Na most, a színház az egy élő holmi. Ott jelen kell lenni.
az egy igazi kapcsolaton alapuló tünemény. És biztos, 100%-ig biztos, hogy azt a színházi nyelvet, amelyik ezt a megváltozott világérzékelést, amiben a sebesség is beletartozik, a gondolkodás változása is beletartozik, színházi értelemben csak fiatalok, újak, váratlan helyről érkezők fogják tudni felfogni, és olyan formába alakítani, hogy az színpaddi értelmet kapjon. Tehát azt a színházat, amelyik a jelenkor emberének és a holnap emberének szól, azt nem én fogom megcsinálni, és a kortársaim, és előttem járók, hanem azok, akik jóval utánam születtek. Az ő terepük, az ő terepük a független színház. És kész. És az ez azt jelenti, hogy a jövőjéről mond le az a színház kultúra, amelyik őket nem támogatja, nem hogy elfogadni kellene őket, hanem sokszorosára emelni a támogatásukat. A gimnáziumokban, a középiskolákban, a szakiskolákban a színjátszó köröket őrült erővel támogatni kellene. De az nem lehet, hogy maga ez a finanszírozási modell, ugye azért ez sem nem egy mai találmány, hanem ez már egy évtizedes gyakorlat, hogy az állam támogat mondjuk független színházakat, hogy itt is lehet mondjuk váltás és innováció, és hogy ezek a műhelyek. Rendkívüli módon kellene, azért volt ennél sokkal jobb modell, és az új színházi törvény megjelenése talán két és fél évvel ezelőtt az zárta el ezt a csapot. Előtte volt egy törvény, akkor én benne ültem valami tanácsban, amelynek a nevére nem emlékszem, ezért elnézést kérek, színházi tanács talán ez volt, a minisztérium hívta össze, 2010 előtt, ahol azt sikerült kiverekednie a független szférának, hogy a színházi támogatások 10%-át kapják a függetlenek, ez körülbelül le is tudta volna fedni azt, ami az ő igényük, és amiben ezt a hallatlan, bonyolult munkát el tudják végezni. Csak egy példát mondok, nagyon, hogy hívják ezt, populista és nagyon ocska példa, de ha Karikó Katalin nem tud sok kémcsövet kidobni a szemétbe, mielőtt azt az egy kémcsövet nem dobja ki, amiben az eredmény van, akkor nincs vakcina. Pontosan így működik, többé-kevésbé. Na most ezt a pénzcsapot ez az új törvény zárta el. Ez volt az egyik hibája. Ezért tüntettünk ellene. Meg kéne reformálni természetesen, automatikusan kellene, hogy járjon nekik. Több pénz, több megbecsülés. Ez egyébként valóban apró pénz, tehát a színházi támogatások 10%-a az, és az erre elég. Két év telt el az SFA elfoglalása, átalakítása óta. Mennyire van rálátása arra, hogy azóta milyen munka folyik ott? Alig. Nem is láttam azóta készült előadást. Én nem voltam tanár korábban egyáltalán. Egy nagyon ritkás vizsgát rendeztem, úgymond, vagy voltam jelen vizsgán, mint ránéző, vagy segítő, vagy öregember. Tehát nem is hívtak, és ezért nem tudok véleményt alkotni, hogy mi. Azt tudom, hogy a Rákóczi úton, ami a Rákóczi úti épület, ahol azok a tanárok dolgoznak, akik régebben is tanítottak, de ott maradtak, oda elhívtak természetesen a vizsgákra, ami nekem dolgom is látni, és nekik is dolguk nekem szólni, hogy mikor van a vizsga. Mert hát végül is én egy társulatot vezetek, és látnom kell, hogy kik a fiatalok, és ott jelen voltam persze. És az nem egy átpolitizált kérdés, és azzal nem is tudom, vállal közösséget, vagy mondjuk akár a jelenlétével legitimálja azt a fajta térfoglalást a politika részéről, ami ellen azért, hogyha jól emlékszem, akkor azért ön is. Hát abszolút tiltakoztam, és meggyőződéssel tiltakoztam, és szívből. És most meg mégis elmegy mondjuk egy vizsgára akkor ezek szerint? Hát ha elhívnának oda, ahol az új dolgok készülnek, természetesen elmennék, mert ez a kötelességem. Tanítani nem mennék el. Nem is hívnak? Nem. Igazad is van. Tehát ez... Szóval az van, hogy most ez a színművészeti főiskola. Ott képződik a mi szakmánknak a jövője, az utánpótlása, a fiatal nők és férfiak ott tanulnak, és azért, mert a színművészeti egyetem megalázása, elfoglalása olyan felejthetetlenül csúf volt, mint amilyen,
azért természetesen azok az emberek, lelkek, kollégák, akik ott felnőnek, egy színház vezető által nézve kell, hogy legyenek. Hát ez alapvető. Ugyanennek az érennek a másik oldala, a Free SFA, azt mennyire követik közelre, vagy mennyire látja, hogy ott mi zajlik? Látta a Free SFA-s előadást, nagyon nehezen dolgoznak, és keresik is a kapcsolatot azzal a néhány színházzal, amelyik hajlandó velük szóba állni, meg is próbálunk segíteni ebben, abban, amiben egyáltalán tudunk. Színészképzés náluk nincs. Tehát ez egy alapvető különbség. Vannak elméleti képzések, de színészeket ők nem képeznek. Az én feladatom, de az érdeklődésem is az, hogy színészek és rendezők pályáját vagy indulását figyeljem. Mennyire tartja működőképesnek mondjuk azt a modellt, amiben a Free SFA működik? Ezt mondjuk azzal együtt kérdezem, hogy az indulás környéken nyilván az egy ilyen hangosabb periódus volt az életükben, azóta meg azért kicsit csendesebb körülöttük a hangulat, nyilván egyáltalán, mert önmagában az egy kérdés, hogy mennyire kell, hogy mondjuk egy ilyen intézmény az, nem tudom, gyakran exponálja magát a nyilvánosságban. Hát azt nem tudom, mennyire kell, hogy exponálja magát. Én azt gondolom, hogy szegények lehetnek, mint a templom egere. És ha nem sikerül olyan civil támogatást találniuk, amiből fennmaradhatnak, akkor előbb-utóbb el is fog párologni az egész, ami nagy baj lenne, mert az a szaktudás, ami megszűnt az egyetemen, az egyetemfoglalással, vagy azért, mert fölálltak kiváló emberek, mert a torkuk ígért, ami történt, vagy azért, mert kirúgtak kiváló embereket, ez egy tudásanyag, egy tudásmennyiség, amiért nagyon nagy kár lenne, ha nem tudna szervezetformában működni, vagy átadódni. De nem vagyok optimista ebben. Miért? Hát, hogy lesz civil pénz, amiből... Hát, mert nem látom ezt a pénzt, vagy ezt a forrást. Az akaratot igen, az eltökéltséget igen, emberek ingyen munkáját igen, de azt, amiből egy nem egyetemi tanári, de legalább egy másodállásban valamiféle támogatói fizetést lehetne adni, azt hiszem, hogy az nem lesz. Az, hogy a politika egyre inkább mondjuk így teret hasít ki az emberek mindennapi életéből. Nekem van egy olyan érzésem, hogy az elmúlt időszakban mondjuk a művészvilág tagjai közül is, akár mondjuk, hogyha csak színészeket nézek, nem tudom, Nagy Zsolt, Szabó Kimmel, Tamás, Nagy Ervin Berő, ugye nem az elmúlt években, de hogy többször felbukkant mondjuk közéleti témákban megszólalóként, vagy akár Osváth Andrást is említhetném, aki ugye... Molnár Áron, de a másik oldalról is tudnék mondani akár neveket, Győzike és mondjuk akár Tóth Gabi is mondjuk nem annyira régen kezdett el közeleti kérdésekben aktívabban foglalkozni. Ezt mennyire tartja szerencsésnek? Mondjuk akár egy színész részéről, hogy gyakrabban szólal meg. Tisztelem. Az ő dolga, az ő döntése. Én kevesebbet megyek, mert féltem a színészetemet, ráadásul egyáltalán nem szeretek vele foglalkozni. Tehát az egésznél, ugye ezek a közéleti muszáj, nincs kecmec, muszáj, de tehát azt gondolom, hogyha a 70-es években élnék, és megkérdez, mit tudom én, Radnóti Sándor, aki viszi az íveket, meg Kennedy János, hogy aláírom-e a karta nem tudom hányat, akkor én azzal hízelgek magamnak, hogy én aláírnám, zárójel nem tudom, hogy ha ott élek, akkor aláírtam volna-e, zárójel bezárva. De én a jelen helyzetben, hát itt végül is el tudom mondani, amit gondolok, én nem szeretek tüntetésen fellépni, tehetségtelen vagyok benne, nem érzem magam otthon, és azt érzem, hogy lopja az életerőmet, az energiámat, csak muszáj. Nem veszélyes egy művésznek az, hogy besorolják mondjuk akár egyik vagy másik oldal? Hogy nem, erről beszéltem az elején, de nem csak azért, mert politikai. Én Fidesz szavazó vagyok, nem nézem meg soha többé Nagy Zsoltot. És én mit tudom, én DK szavazó vagyok, és én nem nézem meg soha többé
mondjuk valakit, aki exponálja magát a nemzeti együttműködés mellett, mint tudom én, Tóth Gabi koncerten nem megyek. Nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy aki elmegy, az is azt az alakot fogja látni. Magyarul az a mágia, az a belső munka, ahogy a színész a saját tehetsége és alkotó ereje és fantáziája folytán képes arra, hogy a néző őt ne Polgár Csabának lássa, hanem Hamletnek. Ha sikerül, akkor esetemben nem Ácsai Pálnak lássa, hanem Szolnesznek. Ez a mágia, ez tönkre megy. Tehát ebből ki van véve belőle az esély. Ez a hát az, aki egy súlyos közéleti jelenlétben van, vagy botrányban, vagy nem tudom, az soha többé nem fog tudni úgy játszani, ahogy akkor tudna játszani, hogyha ő az a színész. Tehát ez egy igazi érzékeny, óvandó, ilyen növényszerű, bimbószerű, vagy mi ez, csíra, hogy hívják ezt, mikor kijön hajtásszerű állapot. Iszonyúan kell rá vigyázni. Ez a baj vele. Ez a politika hideg, és ebben megfagy. De ez nem egy önfelmentés is még bizonyos szempontból? Nem, hogy ebből a szempontból nem. Hogy mint értelmiséginek? Nem. Bocsánat, az értelmiségi ez egy nagyon tág dolog. Tehát az író is értelmiségi, a tanár is értelmiségi, és ez egy látszódó szakma, ez abból él. Tehát itt van ez a 70, jelen esetben 75 kiló lény, és ez vagyok én, és ez az, amivel én hatni tudok. Ezt kell óvni. Tök más, ha valaki ír. Tehát fel van írva a könyvre, hogy mit tudom én, Konrád György. Nem őt látom folyvást, hanem a szövegét látom folyvást. Ha mondjuk megveszem a könyvet és elolvasom, érthető ez, amit mondok? És ez biztos, hogy így van. Tehát ez egy biológiai pálya. Ez egy hallatlanul érzékeny tünemény, és ez sérülhet. Nem, egyáltalán nem önfenventés, szakmai kötelesség. Ezt tudni. És természetesen ezt fel lehet adni. Mondok egy példát. Alföldi Róbert, aki igazán exponálta magát politikai ügyekben, ezer ágon, és eleget kapott életében ahhoz, hogy az legyen, aki. Sokkal-sokkal több munkát kell, hogy belefektessen egy színpadi pillanatba ahhoz, hogy ne az Alföldi Róbert közéleti alakot lássam, hanem a szerepét. Világos ez? Világos, mondjuk elnézést, hogyha pontatlan vagyok ezzel kapcsolatban, de hogy az Alföldinél talán annyiban nem biztos az analógia megfelelősége, hogy ő találta meg a politika inkább, tehát nem biztos, hogy ő kereste, hanem még mint nemzeti igazgató. Igen, nem abszolút. Azért mondtam, hogy így van, hogy eleget kapott. Tehát csinált egy jó színházat, és akkor elkezdte kapni. És miért van az mondjuk ön szerint, hogy mondjuk Amerikában ott azért ennek sokkal nagyobb kultúrája van, hogy színészek. Én nem tudom. Ott szerintem ott azért elég általános, hogy jobban beleállnak mondjuk egyik vagy másik oldal mellé, és nyilvánosan felvállalnak véleményeket. Magyarországon meg inkább kuriózumnak számít, hogy, és azért is lesz belőle hír, hogy XY megszólal. Azt hiszem, hogy nem kuriózum. Tehát, hogyha megnézi azt az egész SFE megszállásban, a vigasztaló az az volt, hogy tényleg világnézettől függetlenül mindenki azt mondta, hogy ez egy disznóság. Hogy ez nincs rendben, szakmailag nincsen rendben. Nem csak lelkileg nincs rendben, mert úgy sincs, hanem szakmailag nincs rendben, és a Nemzeti Színház színészei sorra adtak hangot az elégedetlenségnek, az egyet nem értésüknek, és ez egy nagyon is vigasztaló dolog volt. Én nem gondolom, hogy az én szakmám elzárkózna, és elbújna, és ne szólalna meg közéleti kérdésekben. Természetesen egy ilyen hergelt közéletben, mint a miénk, és egy ilyen súlyosan kettérántott közéletben ez gyakoribb és nagyobb is a tétje. Mondjuk egyébként az SFE-vel kapcsolatban azért felmerülhet az, hogy egy saját témájukat érintő, vagy a saját szakmájukat érintő kérdésben szólaltak meg. Én például nagyon törekszem arra, hogy én a szakmámmal kapcsolatban szakmai mezőn maradjak, mint nyilatkozó. Például ebben a beszélgetésben is törekszem rá. Van egy csomó mindenről véleményem, és azt gondolom, hogy pont ennek az óvásnak az érdekében, pont ennek a mértéktartásnak
a jegyében igyekszem szakmai felületeken maradni, hát erre törekszem. Egyébként azt ugye mondta, hogy tehát hogyha összepolitizálódik valaki, akkor ugye tehát, hogy ön is a művészetét félti, igen, meg a színészségét félti, igen. De például az, hogy mondjuk egy sorozatban játszik valaki sok időn keresztül, akkor onnantól kezdve abszolút, hiába megy fel a színpadra, nagyon okos észrevétel. Azt a karaktert látja. Nagyon okos észrevétel, pontosan így van. Amikor a terápiát játszottam, akkor nagyon is tartottam tőle, hogy én leszek a sorozat doki. Van, megint mondok egy történetet, jó? Az öreg emberek anekdotánkban beszélnek, hogy Peter Stein egy nagyon nagy korszakos rendező volt. A berlini Schaubühne legnagyobb mágusa évtizedeken át. És amikor a klinika, Schwarzwald Klinik, Erdei Klinika, Fekete Klinika, nem tudom, mi volt a címe. Na, és abban Hans-Jürgen Wüssow színész játszotta a főszerepet, Brinkmann doktor. És ő egy nagyon jó színész volt, és a Schaubühne tagja. És amikor elment forgatni évekre, akkor kilépett. És kérdezték, befejezni a sorozat, kérdezték a Péter Stein, miért nem hívott vissza, egy csodálatos színész. És akkor azt mondta, hogy azért, mert nem tudom elképzelni fehér köpeny nélkül. Tehát ez egy létező hatás. Hasonlít bizony ahhoz, amit én mondok. Az a különbség, hogy azért ez mégiscsak szakmai. Tehát azért ez mégiscsak egy színészeti dolog. Viszonylag gyakran szóba hozta itt az interjúban is a korát. Ez foglalkoztatja? Hát persze, hogy foglalkoztat. Hát, ez egy váltókor éppen, amiben vagyok. Tűnnek el szerepek. Honnan, hová? Hát a középkorúból az öregedő vagy öreg szerepek felé. Ez, mondtam többször, ez egy biológiai pálya. Maga az egész létezés is egyébként egy biológiai esemény. És tök jól vagyok, köszönöm szépen, semmi bajom. Sportolok, jövök, megyek, mit tudom, én vigyázok magam. De persze foglalkoztat, de hát azt kell látnom, hogy akikkel beszélgetek általában, azok javarészt fiatalabbak, mint én. Tehát például el kell magyarázni, hogy Peter Stein ki. Na most, ha én most a Vitrai Tamással ülnék itt, vagy Szilágyi Jánossal, vagy a Szegvári Katival, akkor nem kéne, mert akkor borintana. Erről van szó. Az én hasonlataim onnan valók. Ez ugyanaz, amikor azt mondtam, hogy azt, hogy mi a ma színháza, azt a nyelvet nem én fogom tudni kitalálni, hanem azok, akik jelenleg fulladoznak, mert nem kapnak egy vasat se. Érez egyébként azzal kapcsolatban elvárást, akár közönségtől, akár a környezetétől, családok, barátok részéről, hogy de vegyen már részt aktívabban mondjuk közéleti kérdésekben? Nem. Tehát, hogy nem akarják ebbe bele sodorni, hogy önnek ezzel mégis van egy neve, ismertsége, reputációja? Nem kell aktívabban, éppen most vagyok aktív. Hát nem kell. Nem ez a dolgom. Tehát, hogyha az lenne az a kérdése, hogy mit érzek emberi, állampolgári feladatomnak a világban, akkor nem azt érzem állampolgári feladatomnak, hogy a közéletben részt vegyek és hangot adjak a véleményemnek. Azt érzem, hogy alkalmanként, amikor kapok jó kérdéseket, vagy van értelme válaszolni, mert éppen valami heveny dolog van, amire reagálni kell, akkor elmondjam a véleményemet, hát ha ez van, akinek segít. Ezt érzem dolgomnak, igen. A színész társadalommal szemben kapcsolatban ról felmerült egy olyan kritika is. Nyilván az elmúlt években azért ez többször, de mondjuk például pont a színház törvényes tüntetésnél, ahol ugye azért az látszott, hogy pikpak pillanatok alatt több ezres tömeget tudtak összerántani, hogy azért van mobilizációs ereje ennek a közegnek. És pont az, amire próbáltam utalgatni korábban is, hogy más kérdésekben viszont azért mondjuk ilyen tömegben nem álltak ki, és hogy nem lenne az... Mik ezek a kérdések? Oktatás, egészségügy, aha, bármi, igen, szegények helyzete, igen, akármi, hogy nem lenne az feladata, hogy, és most nem számon kérni akarom, hanem a vélemény érdekel, hogy középosztálybeli értelmiségi embereknek, akiknek láthatóan van neve, és van reputációja, és van mobilizációs ereje, hogy más kérdésekben is megszóljanak, kevésbé szerencsés helyzetben lévő emberek életével kapcsolatban. De. És azt csinálják? Alkalmanként csináljuk. Tehát éppen most volt a tüntetés, a tanártüntetés, ahol jelen volt egy csomó színész.
és a tömegben is volt, és a színpadon is volt. És ez egy létező jelenség. Igen. Önt hívták egyébként, vagy úgy kérdezem inkább, hogy ön kapott mondjuk olyan megkereséseket az elmúlt nem. években, hogy menjen, beszéljen, szónakoljon? Nem, nem. Ha kapnék, elgondolkodnék rajta, nem mondanék kapásból nemet. Az SZFE, a színházi törvény és az SZFE kapcsán kaptam, és mentem is. Tudja egyébként, hogy a Dicsőséges Nagyurak mekkorát ment a YouTube-on? Igen, tudom. És mit szól hozzá? Hát azt szólom, hogy az első érzetem ezzel kapcsolatban egy kis rossz kedv. És mi van a rossz kedv? Az a rossz kedv, hogy az egy ilyen közéleti helyzet volt. Az a Hiszünk a dalban koncert volt, Jancsó Miklós rendezte. Ő találta ki egyébként a verset, hogy ezt mondjam, megtanultam, elmondtam. És hogy miért nem a terápiának van ilyen hatása? Miért nem az Örkény Színház valamelyik előadásának van ilyen hatása? Miért nem egy versmondásnak van stúdióban, vershelyzetben ilyen hatása? Lám-lám, a közélet az egy hihetetlenül energiagazdag ilyen atommágia, vagy mi a fene? És milyen kár, hogy ez olyan sikeres. Szerintem én ilyen fajta teljesítményt nyújtottam itt-ott, amott még életemben. Például ez a rossz kedv. Tudom, hogy ez egy ilyen alanyi dolog, de hát engem kérdez. És mennyire elégedett mondjuk azzal a játékkal, amit ott mutat? Ma nem így mondanám, de azt gondolom, hogy akkor így kellett mondani. Tehát voltam 30 talán. És egy 30 éves ember ezt így mondja. Azt hiszem, hogy a vers az komolyan lett véve. Tehát végül is hát Petőfi Sándor maga azt mondja, hogy vasvillára velük, aztán szemétre, ott tegyék a kutyák őket ebédre. Ez azért egy elég durva idegroham, vértolulás és kedély, nem? És utána mondja azt a csodálatos mondatot, ami miatt az egész vers jó, hogy de mégse. Tehát, hogy az indulati, ösztönkésztetési, gyilkolási kedve, ami egyébként bennünk iszonyatosan sok Magyarországon. Menjünk ki közlekedni, üljünk be egy autóba. Szóval a másik halálának kívánása az nálunk roppant gyorsan történik. És utána kontrollálja magát, és fegyelmezi magát, és azt mondja, hogy na, ezt akkor gondoljuk át újra. Azt gondolom, hogy komolyan lett véve a vers. Miért van ez így, ön szerint? Ez a gyilkolási kedv és az, hogy akár mondjuk, hogy nyilván ez mindenkinek ilyen, azt gondolom, mindennapos tapasztalat, hogy beül mondjuk akár az autóba marad vennél a példánál, és hogy azonnal átvált egy több okból van. Álladva. Azt hiszem, egyrészt boldogtalanok vagyunk, seregestül, bizonytalanok vagyunk az életünkben, nincs szilárd jövőképünk, ideológiai duma van nagy mennyiségben, ilyen jövőkép, olyan jövőkép, majd mi megmondjuk, hogy mi lesz 10 év múlva már, nem tudom mi, hogy mi lesz. Ugyanakkor nincs szilárd jövőképünk, tehát a magyar lakosság szerintem 99%-a nem gondolhatja azt, hogy nyugdíjas korában neki békés, élhető életszínvonala lesz, hanem szorong. Nem gondolhatja azt, hogy a gyerekei taníttatását tulajdonképpen egy végig dolgozott, vagy félig végig dolgozott élettel biztonságosan vállalhatja. Nem gondolhatja azt, hogy a gyerekei lakhatását kényelmesen meg fogja tudni oldani. Legtöbben azt sem tudhatják, hogy fél év múlva, egy év múlva mit fognak enni, nem abban az értelemben, hogy éhhalál fenyegetne Magyarországon, szó sincs róla, hanem nagyon-nagyon romlik a helyzetünk. De az, amiről beszélek, ez a hosszú távú nyugodt perspektíva, ez egyáltalán nincs. Ennek az ígérete van. És ez boldogtalanná, idegessé, haragossá tesz bennünket. Ez az egyik oka. Ez egyébként egy történelmi régi tapasztalat nálunk. Tehát én szerintem ez a kádárizmusban is így volt, folyamatos nyugtalanság. A másik, hogy hergelve vagyunk, folyvást hergelve vagyunk, egymás ellen is,
és idegenek ellen is, tehát az idegállapota, a rezgés száma, a haragszintje a magyar társadalomnak az rossz és magas. És szerintem ez az oka ennek. De Petőfiből látszik, hogy ez egy régebbi hagyomány. Ő maga mondjuk extra lobbanékony volt, ezt mindenki tudja, aki tanult róla. De szerintem a jelenben, amikor benne vagyunk az Unióban, és tulajdonképpen lehetne egy viszonylag konszolidált, elfogadó, nyitott kedélyünk, akkor nincs. Ez az egyik. A másik oka az, azt hiszem, és egyre többször hallom, főleg a fiatalabbaktól, hogy igazi fenyegetést éreznek. Nem csak a szegénységben, nem csak a gázárban, a klímában, a földkatasztrófában, a túlnépesedésben. Tehát ezek mint egy ilyen csipkedő eső folyamatosan szemeznek ránk. Legalábbis én így érzem. És mondjuk 30-40 éve ezelőtt, amikor mondjuk ön volt, nem tudom, 20 éves, 30 éves, akkor mondjuk pozitívabb jövőkép volt ön szerint? Ugye akkor meg éppen egy atomháború fenyegetése volt. Pozitívabb jövőkép. Meggyőződése volt nagyon sokaknak, hogy ez a szovjet birodalom egyik állomáshelyként működő Magyarország, hogy ez a helyzet nagyon hosszú. Tehát, hogy örök, azt senki nem gondolta, aki normális, vagy olvasott történelemkönyvet már. De hogy nagyon hosszú távú, azt mindenki ezt gondol. Egyáltalán nem. És én is, meg a környezetem is sokat gondolkodott az emigráción, a diszidáláson, a dobbantáson. Mi tartott itt? A szakmám tartott itt. Az, hogy amikor befejeztem a főiskolát, amikor diplomáztunk, nem tudom, hogy ez tartott-e csak itt, mert nem tudom, ha nem így van, akkor mi történt volna. Tehát ha nem lehetek színész, hanem itt én orvosnak tanulok mégis, vagy bármi másnak, akkor hogy történt volna. De 84-ben diplomáztam, volt szerződésem, voltak szerepeim, voltak helyzetek, amikért addig dolgoztam, hogy azok legyenek. És 84-ben, 85-ben már jött világútlevél. És 87-ben azért látni lehetett, hogy ennek vége. Tehát ebből a szempontból én egy nagyon szerencsés időszakban születtem. Láttam azt is, nagyon, nagyon is tudom, hogy milyen. Láttam az összes párhuzamot a jelen és a között, tehát van egy kitekintésem, de azért fiatalon a hátam mögött tudhattam már. Több interjújában visszaköszön, hogy nem tartja magát elég jónak, még néha azt is mondja magára, hogy nem elég tehetséges, hogy szorong, mielőtt felmegy a színpadra, ez idővel nem lesz jobb? Nem, viszont rosszabb lesz. És mi az oka ennek, hogy még romló tendenciát is mutat? Nézzem, mondták az idős kollégák, tehát ültem Kállai Ferenc mellett a Nemzeti Színház társalgójában, és azt mondta, hogy ez egyre rosszabb, majd meglátod, egyre rosszabb. És valóban a színpadra lépés előtti szorongás, hát az, talán az az oka, vagy az egyik oka, nem tudom precízen, hogy az ember egyre többet tud a szakmájáról, és egyre többet vár el magától nyilvánvaló. És miközben a képességei hát ugyanakkorák, vagy valamicskét fejlődnek, de azért bizony hanyatlanak is idővel. Nálam még nem. És ez az igény szint, ahogy emelkedik, ez az oka. Természetesen sehol nem vagyok, de ismeri ezekhez a nagy művészekhez, de tudja, vannak ezek a nagyon faxnis öreg művészek, mit tudom én, Sziatoszláv Richter, hogy eloltani a lámpát, csak egy kis lámpa, ha valaki köhög, akkor azt gyűlölni, és akkor egy elképesztő koncentrációval valamit eljátszani. Mert a tökéletességre törekszik, mert egyszerűen ez van, érzi a saját világba vetettségének az esendőségét, a törékenységét, a gyengeségét, a korlátozottságát. Valami ilyesmi, ami szintünkön persze, én szintemen persze, igenis van. Próbálok egy darabot, és
még nem találom, és nem találom, hogy mi az a jelenet, és ha megtaláltam, hogy miről szól a jelenet, akkor így, vagy úgy, vagy emúgy, és a lehetősége hihetetlen sora, és ebből melyik a legjobb, és aznap sikerül-e. Ez inkább romlik. De hogyha egyre rosszabb, mondjuk ez az érzés, akkor miért csinálja? Hát mert egyúttal feladat azért. Mert egyúttal feladat, tehát van hova. Akkor nem csinálnám, és ez viszont biztos. De ez a belső mércéje miatt, vagy az a külvilág? Nem, a belső mérce miatt. A belső mérce miatt. Van hova. Rettentő szeretném a külvilágot is meglepni természetesen. És egyébként igazgatói feladat olyan helyzetbe hozni színész kollégákat, hogy lephessék meg a nézőt. Tehát nem ugyanazt a szerepet osztani rájuk szakmányban, hanem látni, hogy hol tartanak, hogy kicsiszolják azt a felületet, ami már megvan, de még nyers, és ne koptassák túl, amit már használtak. Tehát ez egy feladat. Azért, mert mindig van hova, mert ennek nincsen vége. Ilyen interjúkat akkor tudunk készíteni, hogyha minél többen támogatjátok a Telexet. És persze, ha nem akartok lemaradni a következő videónkról, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.